Az egész, ugye ez a típusú beszélgetés ugye a könyvtár világából indul ki, a tájékoztatás, mint szakma. Tehát mindaz, amiről én beszélni fogok, ugye azt irodalomvilág ebben a könyvtárban könnyen lehet ellenőrizni. Sőt, azt mondanám még egy külön speciális szempontból is, ugyanis ez a könyvtár nem egyszerűen ugye a köteles példány folytán ugye a magyar irodalom legnagyszerűbb és legnagyobb tárháza, értve ez nem csak a szépirodalmat, hanem a szakirodalmat is, hanem ugye ez emléki könyvtárként, Kossuth könyvtár, hát erről beszélgettünk, ugye, hogy Kossuth egykori könyvtára, ugye, ami vele volt ott Torinóban, egy nagyszerű ütemű volt, és hát Hermann Otto úgy gondolták, hogy ezt bizony a nemzet számára meg kell menteni, meg kell őrizni. És Kossuth egy nagyon nehéz anyagi helyzetben volt, ugye mindenki ismer mindenféle ostoba pletykát arról, hogy az emigránsok ugye milyen anyagi helyzetben voltak, hát Kossuth esetében cédulára lehet követni az anyagi helyzetét, Orsovát, tehát amikor először Orsovánál ugye elkezdik számba venni, hogy egy elő például nem vette fel az államelnök kifizetését. Tehát neki a magyar állam egy elképesztő összeggel tartozott például, amikor ő ugye emigrációba indult. Akkor próbáltak azért, mert egyes hivatalunknál mennyi pénz van, akkor mit lehet tenni. Akkor ugye Törökországban ott ugye hát államsegélyen van, a török államsegélyen van, és amikor kiszabadulnak Törökországból, akkor a magyar ügy javára adományozott, meghívotti pénzeket élnek másfél évig, ugye amíg az amerikai körút véget nem ér. És attól kezdve Kossuthnak elindul egy újságírói és ilyen előadói pályája. Tehát egy picit hasonlítatnám mondjuk a Mihály Gorbacsovhoz, ugye, aki nem létsz, ugye, aki egy elképesztően népszerű előadó lett Nyugat-Európában, ugye a Szovjetunió bukása után, és hát hogy bizony nagyon komoly pénzeket, az nagyon komoly tiszteletdíjakat adtak azért, hogy mit tudom én, ugye Lyonba, vagy mit tudom én, Frankfurtba ő fellépjen ilyen mítinges, hogy egy komoly tudományos előadást tartson mondjuk a Szovjetunió végnapjairól. Most ugyanígy Kossuth, ugyanilyen hát világhívő ember volt, ugye a személyében szimbolizálódott ugye a népek nagy szabadságharca, tehát ő bizony nagyon szép fellépői díjat kapott, ugye Glasgow-tól Birminghamig és Londontól Southamptonig, és ezekből egy szerény, de azért egy normál, egy akkori középosztálybeli kis tőkét összehozott magának. És ebből a tőkéből költözött át Olaszországban, 61-ben, és ott ebben olcsó volt, mint Anglia, tehát ott ő úgy tudott élni, hogy egy kis vidéki házat tudott elkezdeni bérelni, azzal, hogy majd megveszi a 70-es évek elején. És akkor bejött ugye a világtörténelem első tőkepiaci válsága, ez talán nem teljesen ismeretlen téma, a kapitalizmus történetében, és Kossuthnak sajnos ezt a kis tőkéjét elsodorta a válság. Tehát különböző részvényekben volt benne, és hát azok befagytak és ki. És akkor neki kialakult egy ilyen körülbelül 16 ezer fontos adósság. És akkor az történt, hogy ugye egyfelől meg kellett élni. Tehát ő akkor azt vállalt, hogy elkezdett dolgozni. Tehát ugye Kossuth akkor mennyi a 70 körül volt, 70 fölött volt. Tehát 70 éves korában Kossuth Lajos újra elkezdett dolgozni, mint a kulira szolgál, ugye az irataim az emigrációval, az Athénaummal megegyeztek, és ő elkezdte ült ugye elő az iratok százait, javít a korrektúra, írni az a szöveget, hogy itt már nem látta, hogy egy nagyító volt. Tehát úgy írta a műveit, hogy nagyító volt. Közben mindenféle baja volt, a gyomorbaja, a legkülönböző betegségek kínozták. De hát ugye a nagy szenvedélyek ugye sokáig életre tartják az embereket. Ugye az a politikai szenvedélyekben ő élt, ugye ez fogalmatosan azt magával. És ugye képes, hogy már 80 fölött is ugye írni a köteteket erősen. De akkor ma olyan állapotban volt, hogy többen fizikailag már képtem ott rá, és a tőkéből pedig még nem törlesztett semmit sem. Az volt a mádlia, hogy hát nagyon kedves barátai és Skóciából, skót üzletemberek, akik hajlandóak voltak neki hitelezni akár több mint 10 éven keresztül. Tehát érdekesek ezek a kapitalista üzletemberek, ugye néha még éles nélkül is felendőlt.
És gazsodott át, ugye, hogy elképesztően zavart az dolog. A fiaitól nem fogadott el semmit, ez egy rendkívül nehéz helyzet volt. A fiataloknak ez egy nagyon komoly feszültség volt, ugye? Hogy meg azt mondta, hogy olyan nincsen, hogy ő arra szóroljon, hogy a gyerekeit tartsák el, akkor inkább jeldöglik. És egyszer nem volt hajlandó elfogadni egy fityinget. És ők egyébként akkor már elég menő mérnökök voltak, ilyen vasúttal, útépítéssel foglalkoztak, egy nagyszerű angol műszaki képzésben részesültek, és Olaszországban, mert nagyon jó karrierje volt mind a két fiúnak, ugye a Ferenc, a Rimini Cezena környéki kémbányáknak volt egyik igazgatója, tehát egy nagyszerű pályára volt. De most ott egy fitnyéket nem tudod elfogadni. Közben meglátták, hogy egyre nyomorúsabb, egyre szegényebb háztartás, egyre szegényebb volt. Ugye áramlottak a látogatók Magyarországról, és látták, hogy milyen szegényen él az énekre. Úgyhogy ez nagyon komoly feszültség volt, ez, hogy mit lehet tenni. És akkor ugye Hermann Otto, aki hát nem volt egy buta fiatal ember, ugye kitalálta megoldást, hogy meg kell lenni Kossuth könyvtárát a nemzet számára. Tehát ezt összeadják barátok, mert ugye nem fogad el semmit sem. De azt ugye, hogy egy akkora pénz, és ennek nincs értéke, Kossuth könyvtárnak nincs értéke. De azt mondja, ennyi pénz, amennyi a tőke tartozását kifizeti. És így állapították meg a pénzt, a barátok összeadták a pénzt, azzal, hogy ugye, hogy megvásárolják a könyvtárat, és a halála után kell beszállítani a könyvtárat. És így került ide a gyönyörű gyűjtemény, ami ma is a Széchenyi könyvtár egyik képessége. És ebben a maga furi módján, hogy egy ember szellemi életét, vagy a sajátos arcképe, egy ember gondolkodásának, egyfajta metszet arról, hogy mi érdekelte, mivel foglalkozott, mi az, ami őt az egyre szélesedő, modernizálódó világban lenyűgözte. Ugye egy hatalmas jogi és történeti tudása volt, tehát elképesztő a szövegekben nézni, ahogy ezek úgy jönnek, mondjuk, hogy mit tudom én, mi a helyzet Horvátország, vagy a szlavon területek jogi helyzetével 1622-ben. Ezek egyszerűen, ugye az a corpus juris ott van az agyukban, hát egy ügyvéd, ugye, akinek eleve is nagyon széles műveltsége volt. Ugye, akkor ott meg a latin klasszikus, ugye, akkor mindenki ugye ezt tanulta, a latint azt tanulták, mint nyelvtan. Ugye, ugyanaz a klasszikus, a grammatika órán, a rabolás, ugye, történelem órán, a benne levő évfolyam, szónoklaton, hogy van, postque, tandem, abutérek, atilina, paciencia, nostra, ezeket ugyanúgy tanulják belőle, ugyanazok a szövegek. Tehát ez olyan mélyen bennük van az antikvitásnak ez az ismerete, hogy az valami lenyűgöző. És akkor erről a művetségre jön a modern természettudomány. Őt lenyűgözte a betűvel, lenyűgözte a kémia, lenyűgözte a csillagászat. Van olyan fotó az egyik Tolinói lakásából, amit ugye egy távcsővel, ami lát, az égből titkait tanulmányozta. Van egy műkedvelő írása a Lakteleki barlangról, de az valami annyira, tehát egy művel dilettáns, de akkoriban még ugye egy olyan fokú ismerettől, olyan olvasottsága van a karstvizek kémiájára, ami elképesztő. Ez persze mind csak apróság, de jelzi egy embernek a horizontot. Jelzi a botanikát imádta például, ugye minden nyáron, amikor a hőség ugye Olaszországot lenyomja, és ugye az emberek ugye manapság ugye a százezerek ugye félhajóltan ugrálnak a tengerbe, és így kívül, de akkoriban még nem volt szokás a tengerbe fürödni, tehát egyszerűen az emberek belehaltak volna a melegbe, ha nem mennek fel a hegyekbe. Tehát az volt a szokás, így alakultak ezek a klasszikus fürdőhelyek és pihenőhelyek fönn a hegyekben, ugye, hogy ahol ugye nem 35 fok van, hanem csak 17 vagy 24, ugye még augusztusban. Itt Kossuth minden nyáron fönnmászkált az Alpok völgyeiben, ugye, ha valaki fölmegy Torinóba a Superbo Bazilikához, ott látja a nyugati Alpokot, vagy 400 km karéban, az valami elképesztő, a Szuszai völgyet látja, Benedek rendi kolostorral, látja Monte Rosát, szóval valami hihetetlen tájat. Na, ott mászkált ő föl alá minden nyáron, és egy olyan herbáriumot gyűjtött össze, tehát 4000 darabból, ami ma is a Természetmű Múzeumnak egy ékessége. Tehát egy kiváló amatőr botanikus volt, és mindegyikben abban a latinnek, és azzal az akkurátus szép írás, azzal a kaligráfia vagyunk, abban az időben emberek. Tehát egy
egy ilyen műveltség jelenik meg ebben a hagyományban. De csak azért mondtam, hogy milyen tájékoztat a könyvszáros, hogy ezeket magyaráznám akkor, ugye, az érdeklődő látogatónak, hogyha ez meg. De ha kifejezetten a Széchenyi és Kossuth Réka érdekli az illetét, ugye, akkor más témákat is ajánlanék. Mégpedig elsősorban ugye azt, hogy a hírlaptárban ugye áttakarod elég újságcikkeket fel kell keresni. És ezen a ponton most egy nagyobb léptéket kell venni, ugye, hiszen most teljesen arra nincs módom, hogy a vita minden részkérdésébe belemenjünk. Inkább a történettudomány jelenlegi álláspontját jelzem ezügyben, és aki úgy érzi, hogy részletek érdeklik, akkor ennek alapján már ebbe mélyebben belemehet. Tényleg a legfontosabb az, ugye, amit a bevezetőben egy sugallatot hallottunk, és ezt kell mondanom, hogy ez a szaktudomány minden részletében milyen alátámasztja. Különbséget kell tenni az eredeti vita, tehát a reformkori Széchenyi Kossuth vita között. És azt, ahogyan ezt a vitán a következő évtizedekben és később az utókor látta. Az eredeti vita, ugye mintha mindig arról beszélnénk, valójában a történelem révén mindig a jelenről beszélünk. A történelem a legalapvetőbb eszköz az emberi gondolkodásnak, hogy a jelen problémáit folyton benne kifejezze. Amit tudunk, az is, hogy mindig csak a múlt. Azzal igazolt léptenyomon mindent, ami a jelenünkben történik. A jót, a rosszat, az igazat, hamisat. Ki ahogyan az életét éli. A történészek ugye csak őrültek, küzdenek azért, hogy ez ne legyen partalan, ne legyen gátlástalan a múltnak ez a használata. A történészek ugyanis soha nem azt mondják, hogy mi volt. A történészek mindig azt mondják, hogy ilyen forrásokat, ilyen megfontolások alapján, ugye, ilyen és ilyen szempontból, ha megvizsgálunk, akkor ezt és ezt tartjuk valószínűnek. A mindenki gondolkodás, mert ez a kettő ugyanaz. Tehát ez történt. Sohasem tudjuk, hogy mi történt, ugye. Csak a valószínűségek vannak. Mondok egy valószínűséget. Egy más lakó leszáll a földre, 1949. augusztus 12-én éjjel. Bebújik örvétávonó agyába, és másnap leteszi a fegyvert világosnak. Helyezvétek a nagyszőlős is itt, mert ha már hat ötnek figyelmeztetnek, hogy világos is itt nincsen, csak nagyszőlős is itt van, világos mellett. Mit mond a tudomány erre a nagyszerű koncepció, amit az előtt kifejtettem? A tudomány nem tudja azt mondani, hogy lehetetlen. Jó, hát jól ismertünk, nincsenek most lakók, ugye? De valójában nem. Azt tudjuk mondani, hogy nem valószínű. Nem valószínű, hogy ezt tettem. Tehát végül mindig csak valószínűségekről beszélünk. És a történettudományban a viták azok úgy haladnak, mint a tudományban általában. A tudósok nagyon ritkán győzik meg egymást. Ugye azt mondják, hogy biztos elméletek kimennek a divatból, egyre kevesebben képviselik őket, lassan kihalnak a kedvet, és más elméletek válnak uralkodóvá. Aztán lehetséges, hogy a következő korszakban ugye ez a dolog megint megváltozik. Tehát amikor mi a Széchenyi és Kossuth vitáról beszélünk, akkor ugye mindig arról beszélünk, hogy az idő különböző pillanatokban visszanézünk valamire, amiről mindig különböző és változó ismeretanyagunk van. És állandóan próbálunk megegyezni, hogy na akkor erről mit többen mit is gondol. Na most a reformkori Széchenyi és Kossuth vita az a kor alapvető reformkérdéséről szólt. Arról, hogy hogyan lehet, ugye a nagy kérdés ugyanaz, hogyan lehet a feudális, nyomorult, elmaradott, szerencsétlen Magyarországból olyan országot csinálni, mint Anglia. Egyen egyszerű. Ne úgy valaki ezt el, ezért most azt csúgálom, hogy ma is ez program lehet, ne úgy valaki félreértse. Ma nem biztos, hogy olyanak akarok ez, mint Anglia. De Széchenyi ezt így gondolta, ugye? És a reformkor nagy nemzedéke, hát hogy mondjam, egyetértett vele. De hogyan? Hogyan lehet ezt megcsinálni? Az első nagy vita csoport az a Pesti Hírlap cikkeivel volt kapcsolatos. Ugye Széchenyi a Kelet-Népe című röpiratában, hát röviden, leszögezte, hogy nem az elvekkel vitatkozik, akkor egyetért. A modor nem tetszik, ahogyan Kossuth ír. Úgy érezte, hogy abban valami olyan hevesség, olyan
feszültség van, ami bántó. És Széchenyi úgy érezte, hogy ő abban a helyzetben van, hogy ezt közölheti Kossuthtal, hogy ebben a fogalmában ilyen módon nem jó vitatkozni. Nagyon érdekes módon a reformkor akkori teljes vezérkara nem értett egyet Széchenyivel. Deák Ferenc, Veselényi Miklós, Ötvös József, mind Kossuthtal értettek. Úgy érezték, hogy helytelen, amit Széchenyi tett. Széchenyinek nincs igaza. Ahogy Deák írta, Széchenyi akaratlanos apológiát írt az ellenünk használt terrorizmusra. Ne felejtsük el, hogy az előző időszakban, a 30-as évek végén a Metternichi osztrák terrorpolitika megpróbálja tönkreverni és elhallgattatni a magyar reformellenzéket. Veselényét bebörtönzik, ugye, ha nem fenyegetné vakulás, ugyanúgy börtönbe maradna, mint Kossuth, ugye. Az országos ifjakat letartóztatják, Lovasi László megőrül, effektíve megőrül. Kossuth az, aki egészségbe ésszel, ugye, jól bírja, sőt, ugye, egy országos ismertséget és elismerést szerez azzal, hogy nem törik meg, és végig kíméletlenül vívja a harcot, hogy az ő elítélése igazságtalan, a vádak azok alaptalanok, jogilag abszurdak, és végig az ellenállása az tulajdonképpen a nemzet ellenállását szimbolizálja. Deák pedig az, aki az országgyűlés segítségével a 32-40 országgyűlésen végül is eléri azt a kompromisszumot, hogy Metternichék belátják, hogy a terror roham az nem sikerült, és szabadon engedik a foglyokat. Tehát Deák ugyanazért a szólásszabadságért küzd, mint Kossuth, ugye? És amikor Széchenyi azt mondja, hogy na, itt a veszély, hogy ezek többen sötét forradalmárok, jakubinusok, ugye? Akkor azt mondja, hogy baj van, hát Széchenyi azt állítja most rólunk, amit Metternich is állít. Hát pedig én, de gondolhatja Deák, ezt nem értelem, én talán egy vörös jakubinus vagyok. Senki nem gondolja a jelenlevők közül, ugye? Talán rengetegen vannak, akik elhiszik azt, hogy Kossuth egy radikális forradalmár volt a 40-es évek elején. Na de hát Kossuth egy Deák, szoros barátok. 1848 őszéig Kossuth és Deák között tulajdonképpen igazi, döntő, gondolati különbség nincsen. Kossuth nem egy radikális, de hol van Terpedő Sándor könyörben? Kossuth egy becsületes közérbutas, egy demokrata, ugye, aki persze a magyar körülmények között gondolkodik, de ő tulajdonképpen a közép tábornak az egyik vezetője. Csak Széchenyi látja őt radikálisnak, és ezért nem áll Széchenyi mellé senki. Deák se, Veselényi se, Ötvös se, Batthyány se, többiek se. És az egész 40-es évek során, most azonnal tovább lépjünk, az egész 40-es évek során Széchenyi próbál egy új ellenzéki pártot gründolni a konzervatívok és a tulajdonképpen reformálók között, és nem sikerül neki. Nem, nincsenek mögötte, nem állnak mögé tömegek. Megpróbálja meghorgászni Kemény Zsigmondot, a Kemény Zsigmond elképesztő szórakoztató, hogy leírja a naplóiban, hogy Széchenyi hogy próbálja őt meghorgászni. Széchenyi egy zseniális emberismerete volt, és egy fantasztikus ilyen képessége, hogy akivel jó akart lenni, azt lenyűgözze. Egy több tucat Royal Shakespeare Company színész rejlett benne, ugye leírja Kemény Zsigmond, hogy bármilyen előadásra képes volt, szavakkált a falon, ugye ugrált a bútorokon, és dőltek bele a poénok, ugye azért, hogy Keményt lenyűgözze, és többet megnyeri azért, hogy egy újságnak legyen a főszerkesztője, amelyel hát egy ilyen nem olyan, mint a konzervatívok, de nem is ugye olyan, mint a reformellenzék, olyan bővilányzó. Azért foglalkozok ilyen bonyolultan, mert Széchenyi sem mondta meg konkrétan, hogy mire gondol, ugye, mert ilyen becsületes középutas, ilyesminek hívta a sajátját, de ugye ez konkrétan mit jelentett, nem tudjuk, mert egyszerűen nem valósult meg. Csak az ő cikkeit ismerjük, és azokban az esetekben ugye vethetjük össze a kor nagy alapvető kérdéseivel. Mi az, ami első pillantásra világos, ugye? A vicca az a különbség, ami a 30-as és a 40-es évek között van.
Széchenyi ugye 25-ben lép fel az akadémiával, 30-ban írja a hitelt, ugye 30-32 között jelentek a művei, és ugye 30 években bontakoznak ki a lenyűgöző reformvállalkozások, ugye az Alduna áttörése, hogy a Duna ne legyen egy vakzsák, ugye az Aldunának egy eltűnik a Duna nyáron, ugye a köveken át lehet ugrálni az egyik partról a másikra. Hajóval ugye nem lehet Linztől elmenni a Fekete-tengerig, ugye, mert az Alduna, a Kárpátoknál oda van az egész. Hogyan lehet megcsinálni, hogy ne legyen egy vakzsák a Duna? Ugye egy hajózó utat kell robbantani a sziklába, és akkor télen-nyáron tudnak menni a hajók, és akkor mi történik? Nyugat-Európa árui ugye a Dunán keresztül jutnak keletre, és az az ország, ami ennek a központja, az elosztó állomása, ugye, az az ország elképesztően gazdag lesz, hiszen a nyugatról keletre áramló szellemi és áru exportnak lesz a központi elosztó állomása. És hogyha Magyarország ez a központ, ugye, ahol egy nagyváros ugye jöhetne létre a Dunapartján, ahol egy állandó híd ugye összeköt egy középkori eredetű történelmi centrumot egy dinamikusan fejlődő kereskedőközponttal, akkor még lehetséges, hogy az egész hazug birodalom központja is ugye lejön Bécsből a kis nyomorult kis csatornapartig, és ócska Bécsből ugye lejön a Magyar Dunapartjára, ugye, ahol a Lánchíd, egy új magyar főváros. Micsoda grandiózus elképzelés, micsoda zseniális koncepció, és benne egy európai ívű gondolat, ugye, hogy a modern nyugat-európai áru és kultúra hogyan tud a bomló ugye, oszmán birodalom révén ugye, a kelet számára nekem. És Széchenyi minden mozdulata ugye, ebben a nagy koncepcióban illeszkedett be valamilyen módon. És a 30-as évek ennek a dinamikus áttörési pillanatai, ugye az ipari változók, a hengermalom, és a társadalmi vállalkozások révén is, ugye akadémia és legkülönbözőbb egyéb kezdeményezések, ugye a közlekedésfejlesztés, a vízszabályozások, a gőzhajózás, a vasút fejlesztése, de másfelől ugye a nemzeti játékszín és a többi a nyelv és a kultúra melletti támogatás. Lenyűgöző. Ezen az alapon jön egy új nemzedék, a 40-es év. Mindent elfogadnak, amit Széchenyi mond, de azokon az alapokon állnak, ugye? Kossuth néha használta ezt a képet, ugye? A kép ugye romantikus, de micsoda távlatom benne. Azt mondja, a törpe, ha az óriás vállára áll, messzebb lát, mint maga az óriás. A mi nemzedékünk ugye az előző óriás nemzedék vállán áll, de mivel a vállukon áll, ugye nekik van egy teljesítmény, ezért mi már mást jobban látunk, mint ő. És felismernek bizonyos összefüggéseket, felismernek bizonyos kényszereket, amiket a korábbi nemzedék még nem is fel föl, ilyen alapvető, ilyen döntő módon. Felismerik például azt, hogy az átalakulás bizonyos mozdulataival már nem lehet várni, mert kezdő kifutni az időből. Mikor lesz itt igazi magyar nemzet, ugye? Mikor lesz az, hogy a magyar nemzet tagjai egymással egy szoros közösséget alkotnak. Nem tudjuk mikor lesz, de az egyik földes úr, a másik meg jobbágy, hogy egymást durván ugye kizsákmányolják és paralizálják, akkor itt nem lesz modern magyar nemzet. A jobbágyokat tehát föl kell szabadítani. Azt mondom, hogy jobbágy felszabadítás. Csáján, hogy ennek egy jobbágy. Ez ma már nem képes érzelmeket kelteni. Már majdnem 170 éve nincsenek jobbágyok Magyarországon. Vannak szegény emberek, de az, hogy a jobbágy, ez mit jelent? A jobbágy, a szegénységnek az a savanyú nyomorult szaga, amikor az állatokkal él valaki együtt, amikor tényleg a deresre húzzák, és ott szolgál. Persze Lud Ludasnak, ugye látjuk Sós Imrét, amit csuroglak, és verik, és neki szólják. Igen, ezt még egy pillanatra átéri mindenki, ugye a nagyszerű filmzés. De valójában a jobbász összetett szó ma már csak egy ilyen összetett szókapcsolat, ami persze nagyon fontos, meg innen, de igazából, hogy ez milyen módon volt a kor legelképesztő borzalmainak a megoldási központ, és ezáltal egy egész közösség, egy nemzet újjászerű modernizációnak a legalapvetőbb lépés, ezt ma már elértékeljük. A nyelv elárul minket, ugye, mert már nem tudja a korabeli valóságot visszaadni, egyszerűen elfut mögülünk.
hány ilyen, a nyelv ilyen, ugye, hogy egyszerűen még értjük a szavakat, de sokszor eltűnik, megörülök a valóság. Ilyen módon elképesztően félre lehet érteni egyébként a korábbi korszakokat. Hát ez van a jobbágy felszabadítással is, ugye? Mert mi történik a jobbágy felszabadítással? Az történik, hogy a Földes Úr veszi, tulajdont veszik, hiszen a jobbágy neki szolgáltatásokkal tartozik. Hogyha az úrbéres föld átmegy a jobbágy tulajdonába, akkor onnantól már nem jár neki szolgáltatás. Tehát ő tulajdont veszi. De hát a tulajdon az a szabadság alapja. Ha tehát a jobbágyot felszabadítom, akkor kisajátítást mondok végre. Meglopom a Földes Urat, többen elveszem a tulajdonát. Hát olyat nem lehet csinálni. Ha még következetes, szabadelvű, liberális, ugye a kor értelmében liberális, tehát az emberi jogok alapján gondolkodó, a szabadságot komolyan vennek meg, ugye a szó a Spanyolországból származik, a napoleoni időszak utáni politikai küzdelemben hívták ugye liberálészeknek a napoleoni kori alkotmányért küzdőket, ezt vették át az angolok, ugye, és a Times, ugye, kezdték el odahaza, ugye, liberálisnak nevezni az emberi jogi, de demokratikus eszmékért küzdőket, és ezt vette át az európai sajtó, innen jön a liberális szó, aminek tehát a szabad erdő a magyar megfelelője. Tehát ha mi komoly szabad erdők vagyunk, és az emberi jogok alapján gondolkodunk, akkor lehet jobbágy felszabadítást megcsinálni, mert akkor ugye el kéne szedni a Földes Úr tulajdonát. Amit pedig nem szabad. Széchenyi soha nem tudott ezen túlépni. Azt mondta, hogy emiatt csak önkéntes örökváltság létezik. Ha a Földes Úr beleegyezik, az más, akkor egyezzenek meg. De ha nem egyezik bele, akkor nem lehet a jobbágy rendszert felszámolni. Ide eljutott maga az ország, és 1940-ben törvénybe hozták az önkéntes örökváltságot. Ez 8 évig volt érvényben, 1948-ig. Ez alatt volt, aki meglátották magukat. A történészek kiszámolták, Varga János nagyszerű közöttében, hogy ezt a tájékoztatáskor elővennem, és így megmutatnám Varga János, egyik legkiválóbb vagy a 48-as történészről. Tehát Varga János kiszámolta, hogyha abban az ütemben szabadul fel a jobbágyság, ahogy az 1940-től 1948-ig terjedő időszakban, amikor érvényben volt a törvény, akkor még a mai napig nem szabadul. Ez mint egy finoman arra utal, hogy itt a kényszer mozzanat az egy kicsi benne volt a levegőben. És akkor gondoljunk abba bele, hogy 1846-ban kitör a galíciai lengyel felkelés a Habsburgok ellen. A lengyel nemesség, ugye, régi szabadságait visszanyerendő, ugye fegyvert fog a bécsi udvar ellen. És akkor a bécsi udvar ügynökei egy elképesztő trükkel a parasztokat beváltítják, hogy ezek a nemesek ugye nem akarják nektek megadni a jobbágy felszabadítást. És a császári katonaságnak egy sortüzet nem kell leadnia, maguk a parasztok verik agyon a saját földes uraitat, ugye, és a felkelés így omlik össze. Itt áll a magyar reformerendik, zsibbadtan bámulja ezt az iszonyt, ugye? És ekkor döbbennek rá, hogy na, hogy ez vár rád, ezt Metternichék, ezt a sorsot szánják a magyar nemességnek is. Ugye? Menjünk, különben menettetünk, írja Kossuth ekkor már aztán a cikkében. Egyszer nincs messze, ha mi nem szabadítjuk fel a jobbágyokat, akkor minket ugyanúgy azon fognak verni, hogyha mi a bécsi udvarral szemben bármikor konfrontálunk. Mert a saját jobbágyainkat lázítják fel ellene. Tehát a jobbágyvezetőség már nem lehet várni. Ugye ahogyan azt egy adott cikkében Kossuth egyébként elég világosan megfogalmazta, azt mondja, ha például építünk egy vasutat, és van útközben egy telek, egy hétvégi ház, 12 szilvaszával. A tulajdonos azt mondja, hogy nem, birtokam. Jön a vasút, csináljon egy kockát, aztán menjen tovább. Mi történik? Úgy kisajátítják mind a pénzt. Ugye természetesen kap érte pénzt, de olyan nincsen, hogyha arra kell menni a vasútnak, akkor az ő telkét, azt akkor ki kell kerülni, hogy mindig így menjen a vasút, így akkor ahogyan a vasút. És akkor azt jelkosod, és vajon 12 millió ember
emberi méltóság szabad polgári létének a biztosítása egy nyomorult vasútpályával nem ér föl. Hogy igenis, lehet kényszeríteni. Van olyan történelmi pillanat, amikor ugye ugyan tiszteljük a tulajdont, de a közösség mélyebb érdeke, a nemzeti közösség mélyebb érdeke miatt a tulajdonon valamilyen apróbb, de azért végig csak akkor a kényszer. Persze, kárpótlás, állami kárpótlás, de kötelező az örökváltság. Na de akkor mi történik, ugye? Felszabadulnak a jobbágyok, ugye? És attól kezdve a felszabadul jobbágyok ugyanúgy belepofászhatnak a nemzet sorsába, mint ugye a tanult doktorok és a nagyszerű királyok, hercegek, grófok. Vajon a nép tényleg alkalmas arra, hogy a saját sorsát intézze? Nem illúzió, vajon a demokráciát képzelmező emberek valóban képesek erre? Valahol a Széchenyi és Kossuth vita fokozatosan el a probléma körül kezd járni. Valamikor egyetértenek, például 1544-ben Széchenyi is amellett van, hogy a közperviselés az visz ebbe az irányba, hogy a mindnyájan azonos jogú tagjai vagyunk a nemzetnek, akkor természetesen azonos terheket kell viselni. Tehát a közperviselés ennek a demokratikus új közösségnek az egyik legalapvetőbb szempontja. Na de ha mi most megtesszük ezt tényleg, hogy azonos politikai jogot adunk, akkor nem lesz a probléma. És érdekes módon egy nagyon erős képben kezdenek el vitatkozni, ugye? Széchenyi kifejezi a saját aggályait ezzel kapcsolatban, hogy vajon mi is történik. És azt hiszem, hogy ebben a gondolatváltásban valóban a köztük levő különbség, a korabeli különbségnek az egyik leglényegesebb mozanata jelenik meg. Azt írja jelenkorban Széchenyi, ugye, hogy vajon szabad-e az éretlen népet bevonni a politikába, és azt mondja, idézem, hisz ítéletében mindig hibázott a nép, és még Krisztus Urunkat is minoritásban hagyja Barabás ellenében. Ugye az időben még a Biblia történeteket ugye szó szerint hitelesnek gondolt. Tehát Krisztus is kisebbségbe került ugye Barabásra szemben, ugye a híres evangélium jelenetre emlékezünk, ugye amikor Pilátus ugye húsvétkor felajánlja, hogyha a nép ugye úgy gondolja, akkor az egyiket elengedi a börtönből. És ugye a gyilkos Barabást választja a nép, és nem Krisztust. Milyen tanulságra figyelmezteted, ugye, hogy a nép éretlen, ostoba, nem lehet bevonni a politikában, hanem saját érdek ellenfogni. Hiszen ugye a rabló gyilkost választotta, aki őt tönkreteszi, és nem azt ugye, aki a szeretet parancsával az egész ugye, emberi közösség humanista létének egy új szintjét hozta volna el. Erre Kossuth válaszol a Pesti Hírlapban. Szó szerint, azt tudom, hogy a nép ítéletében gyakran tévedhet, s hogy Krisztus Urunkat is minoritásban hagyja Barabás ellenében. És ezért nyomorult gyávának tartom, ki magát tagadja meg, hogy a nép ítéletének híze legyen. De azt is tudom, hogy a nép tévedjen bár ítéletében, de ítél. És Krisztus Urunknak halni kellett, mert a nép őt minoritásban hagyta Barabás ellenében. És azért a kevésség legnagyobb tévedésének hinném, ha valaki a nép ítéletével nem gondolás színvelne. Ellenben bölcsességnek tartom azon ügyekezni, hogy mit egyes értelmes ember becsületes szándókkal a közbenézve jónak hiszem, az a közönség helyeslését megnyerje. Mert, és itt egy mély pszichológiai belátás következik, itt látszik, egy olyan ember beszél, aki a gyakorlatból tudja, hogy működik az emberi lélek. Azt mondja, mert alkotmányos országban az alkotmányos nép akaratja nélkül azt még csak nem is boldogíthatjuk. Vagyis röviden, az embereket akaratot lenni nem lesz boldoggá. Ez a hétköznapi pszichológiai bölcsesség, amit mindjárt tudunk, és x-szer elkövetjük a hibát, hogy ennek ellenére próbálkozunk, ugye, hogy szeretteinket, családtagjainkat, hogy folyton boldoggá tegyük, mert ők nem akarja. Ez is mögötte van ugye annak a nagyszerű fölismerésnek, ugye, amit itt Kossuth fölismer. Az ugyanis,
hogy itt az időt nem szabad elfelejteni, ugye? Nem szabad elfelejteni, hogy a nép most ostoba, műveletlen, de itt él, folyton itt él. Tehát nem az a megoldás, hogy úgy csinálunk, hogy ő nem, mert akkor is itt élni fog, ha mi nem engedjük be, akkor ő betör és megteszi. Tehát mit lehet tenni? Ugye ez a kor pedagógia optimizmusa, ugye a nép műveltségi szintjét, tudását, kultúráját kell magasabbra emelni annak érdekében, hogy egyre több jó döntés hozzon. Az se lesz sohasem 100%-os, de az arányok azok mindig javulhatnak, ugye? Hogy mit a közre nézve jónak, hiszen ahhoz a nép támogatását megnyer, a közönség helyeslését megnyerje. Tehát ez tulajdonképpen egy pedagógiai program arra, hogy a nép általános színvonalát emelni kell. Egy másik helyen Kossuth ugyanezt a gondolatot leírja, azt mondja, Széchenyi azt mondja, hogy ha majd megtanultál úszni, akkor mehetsz a vízbe. Nem lehetünk megtanulni úszni, hogy ember nem lehet a vízbe korábban. Vannak dolgok, amiket csak a rizikóval együtt lehet csinálni. A demokrácia egy rizikós műfaj, ugye? Az emberek végső soron sokszor a rossz, a saját gondolódott rossz döntések alapján tanulnak meg, ugye? Lehetőség szerint egyre jobban tettek. Mi a lényeg, ugye, a Krisztus-Barabás vitából? A lényeg az, hogy Széchenyi nem volt demokrata. Egy nagyszerű, zseniális, csúcs zseniá volt, és a legszimpatikusabb, a legszeretnevalóbb magyar politikus volt. Amúgy egyébként legyőzhetetlen, mert Széchenyi naplói egy olyan közel létet engednek ebbe, egy olyan megismerését egy személyiségnek, amit egyszerűen, aminek nincs párja, világi történelmi viszonylatban nincs annak párja, hogy valakiről ilyen mély, elemző, önkritizáló, önszaggató, csodálatos szöveg folyam legyen, amiből a személyiségnek ez az elképesztő gazdagsága kibontakozik. Széchenyit mindenki megimádja, aki a naplókat elkezdi olvasni, a dolgnak az őszintessége, a drámája, ahogyan egy nagy ember morálisan képes önmagára folyton reflektálni, elképesztő. De a Széchenyi nem ugye vakok közt volt a félszemű király, ugye? Hát egy Deák Ferenc, vagy egy Batthyány Lajos, vagy egy Kossuth Lajos, vagy egy Böcsös József. Hát ezek ugyanúgy elképesztő hatalmas személyiségek. Csak ezeket sose fogjuk megismerni közelről. Mert egyszerűen utánuk nem maradt fönn ilyen önelemző dokumentumok. Ez, amit a régészek leletnyomásnak neveznek. Leletnyomás. Ugye, ha valamiből túl sok leletet találunk, akkor hajlandóak vagyunk azt hinni, hogy az volt a legfontosabb abban az időszakban, pedig egyszer a teljes véletlen is lehet, hogy egy lelet. Ilyen értelemben azért történelmi véletlen, hogy Széchenyi olyan alkatú ember volt, hogy ilyen naplókat írt maga után, a többiek pedig nem. És elképesztően el tud tévedni a történettudomány, ugye, hogyha ezeket a módszertani elemeket nem veszi figyelembe. Itt picit az Széchenyi képnél is, ugye a hétköznapi ember nem, ezt nincsenek tudatában, egyszerűen lenyűgözi őt ez a szöveg, és egyszerűen megimádja azt az embert, ugye, aki erre képes volt, és nem tudja magában ugye, azt kalkulálni, hogy hát a másikat is szerethetném ugyanennyire róla ugyanilyen szövegfilmát. Tehát magyarul ez a Széchenyi, akit ilyen módon őt szeretjük a legjobban, ez nem kérdéses, ugye? De nem volt demokrata. Nem. Értelem gondolta azt, hogy az embereknek meg szabad engedni, hogy beleszóljanak a saját sorsuk döntésébe. Azt gondolta, hogy van egy elit, amelyiket a származás, a tudás, a pénz erre képesít. És nekik kell, és akik persze morálisan, azt ő is tudta, hogy az önmagában elég, ugye elég volt a gyönyörű arisztokrácián végignézni abban az időben, hogy láttasson, hogy vannak ők négyen, aztán kész, ugye na jó, néha öten, de ez nem ugye azok a tömegek, ugye, amelyek az átalakulás vezérei lehet. Tehát ő azt gondolta, hogy egy morális nemesedés, egy belső tisztulás kell ahhoz, hogy ők a vezetést át tudják lenni. Kossuth viszont demokrata volt. Kossuth azt gondolta, hogy igen, az emberek ugyan ostobák, nyomorultak, stb., de a hit a pedagógiai perfekcionizmus, tehát abban, hogy a nevelés, a tudás révén az emberek erkölcsileg is nemesülnek,
Ugye hát ez egy nagy illúzió van a 19. század, de nem akarom visszavonni, ugye, mert én is pedagógus szemben is vagyok, és amikor nem lehet tanítani az ember, ne hinne ebbe valamilyen mértékig még. Ugye 100 millió nyomorult negatív az ellenes, azt hinni kell abban, hogy a tanítás révén igenis az emberek morálisan is jobban lesznek. Szóval a lényeg az, hogy Kossuth is hitt ebbe, és ezért tudott ugye őszinte demokrata lenni, és azt gondolta, hogy a magyar nemzet számára is ez az egyetlen elnövekedési egységesülési út van, és ezért a jobbás feltöltés elengedhetetlen. Ez a döntő kérdés, ez az a legalapvetőbb mozzanat, ami a dolgokat átélet. És 48-ban ugye átalakulás döntő pontján ő, aki ezért már korábban is a legtöbbet tette, ugye lesz ugye a jobbás feltöltést kivívó törvény egyik megfogalmazó és beterjesztő. Honnan van ez a Kossuth városban? Én csak egy mondom, rengeteg mozdulat van, de egyet hagyom létsek meg. 1827-ben elrendeltek egy országos összeírást arról, hogy mennyi jobbágytelek van, és mik a haszonvételek, hogy mekkora az anyagi erő. Nyilvánvalóan azért, hogy a hadiadót ennek alapján vessék ki. Most a megyei hatóságok rájöttek, hogyha pontosan össze lesz írva, hogy mennyi a jobbágyok vagyona, akkor ha nagyobb a hadiadó, akkor a jobbágyok kevesebbet tudnak a nemeseknek adózni, ugye, a földesúrnak, tehát ezt elszabadták egy gyakorlatilag. És olyan hülye adatokat írtak be, hogy egyszerűen végben is teljesen világosan vált, hogy ez kamó. Egyszerűen megbízhatatlan valami. És akkor elrendeltek egy felülvizsgálatot. És minden megyé, és ezt már a Nádor nagyon komolyan vette, tehát minden megyében egy felülvizsga bizottmány szállt ki, és az összes jobbás faluban újra ellenőrizték az adatokat. Kossuth, mint fiatal Zemplén megyei táblabíró, ugye egyik ilyen felülvizsgáló biztosa volt az egyik bizottságnak, több mint 120 községet jártak ők végig, és abból több mint 60-nak a teljes jegyzőkönyvet Kossuth írta a saját kezével, átolt szedték az utolsó betűig. Most gondoljunk bele, több mint 60 faluban bemegy az összes jobbágy pontára, végigjár az összes helységet. Látja az ott élő nyomornak az az elképzelhetetlen fokát, mi azt nem tudjuk felfogni, hogy mit jelent, amikor a disznóval alszik valaki egy ágyba. Hogy a föld, a nyers étel, a ruháknak az a... Ez nem. Tehát azt a néprajzosok tudnák valamennyire érzékeltetni a nyomornak ezt a feneketlen szintjét. Hogy a templom megerre hozzájuk, ez egy krőzus, egy Rothschild együtt, egy monakói mágnás. Szóval ezt nem lehet visszaadni, ugye? És akkor tényleg néha próbálok kicsit naturális lenni, ugye, és a szegénység savanyú szagáról beszélni, de Kossuth még öregkorában is egyszer egy Hershey Ignáznak szóló levelében azt írja, amikor valahogy a mosakodásról volt, azt mondja, hát azt mondja, hogy az ifjúkoromban egyszer megkérdeztem egy zempléni jobbágyasszonyt, hogy na hát hogy van a mosakodással, mire azt mondja, a mosakodással, ma már kétszer leizzadtam minek. Ez csak egy nagyon apró mozdulat. De valahogy érzékeltetett, hogy próbáljuk egy picit fizikailag elképzelni, hogy mit él át az az ember, aki több mint 120 községet jár végig, és abból több mint 60-nak a minden betűjét ő írja le az utolsó törvényig, és az utolsó rőzsegaig, hogy az a nyomorúzsak. És akkor írnak egy összesítést, az összesítést is Kossuth írja, és ott van benne, hogy itt a nyomornak egy olyan állati szintje van, hogy ez egyszerűen percekig tartható, és ez robbanni fog. Megjósolja, hogy ez robbanni fog. És másfél éven belül kitör a felvidéki kolera lázadás 1831-ben. Tehát Kossuth betűre előre megmondta abból az iszonyú nyomorból, amit tapasztalt, hogy ez a dolog ezt tarthatott. Hát ezért lesz ő a korabeli viszonyoknak egy olyan szintű ismerője, ami azután a 40-es évek nemzedékének ugye, lesz a már tapasztalat. És ők élik már azt, hogy már nem lehet tovább. Hogy Széchenyiknek úgy igazuk van in teória, ugye elvileg. De ténylegesen már nincs mit tenni, mert különben minket elsodolnak, minket agyonvernek. Most még van arra módunk, hogy valamennyit tegyünk, és akkor még valamit átmentünk. Ha nem, akkor tényleg úgy járunk, ahogy a jakobinusok idején ugye agyonvert
megverték a francia nemességet, Franciaországot. Hát ez az oka annak, hogy a korabeli szécsényes Kossuth vitát, az természetesen Kossuth nyerte meg. Nem azért, mert okosabb lett, mint Széchenyi. A Széchenyi a századik legokosabb embere volt. Egyszerűen itt egy nemzedéki különbség van között. Az új nemzedék már másképp látja a dolgokat, mint az előző. Széchenyi elmagányosodik, de sem egyedül marad. Végül a konzervatívokkal is együttműködik. Most itt a konzervatívat persze nem a szóváltás értelmét kell venni, mert a reformokori konzervatívok nem a Metternich barátai és elvtársai és reműködői. De persze Széchenyi azt mondta, hogy ő nem lett konzervatív, mert ő 10%-ot az a konzervatív, és 90%-ot akar megváltoztatni. De hát gondolták, hogy őt bevonják a közlekedési problémával, stb. És valamennyit el is tud érni, tehát nem volt ez elszelen kompromisszum. Széchenyi így is jól jött ki ebből így is. De amit nagyon akart, ugye, a politikai új párt, ugye, az nem sikerült. Egyszerűen nem állt meg. És 48 tavaszán őnek levonta a konzekvenciáit, belépett a Batthyány kormányba, és ezzel lenyűgöző módon bizonyította azt, hogy léteznek olyan közös érdekek, amik a nemzet közös érdekei, amelyek fontosabbak, mint a meglevő politikai ellentétek. Ugyanis, és ez a leglényegebb, a reformkori vita teljesen világosá teszi, hogy Széchenyi és Kossuth ugyanannak a reformtábornak a tagjai. Tehát ők a reforma haladás bizonyos kérdéséről beszélgetnek. Ők tehát nem a Magyarország nagy általános dilemmáját jelenítik meg, mert az, hogy a reformhez haladni kell, az nem kérdés, az nyilvánvaló. Ők ezen belül, és hát ezt a személyében nem írták el, mert ezen utáltak el, mert futáltak. És mégis 48 tavaszán, amikor a közös érdeket parancsolta, akkor képesek voltak együtt a Batthyány kormányban nagyszerűen együttműködni. Egy kicsit annak szerelmében, hogy Deák ugyan később fogalmazott meg, de Deák gondolatában ideérlik, ugye, amikor Deák azt mondta, hogy tudjátok, mit próbáljátok meg? Ez a hazafiság igazi mércéje. Szeressétek jobban a hazát, mint amennyire utáljátok az ellenségeitek. És ezek az emberek képesek. Itt ér véget a reformkori Széchenyi-Kossuth vita. És elkezdődik egy új történet. Ennek a vitának az értelme is. Utótörténet. Ahogyan a későbbi korok erre visszatekintett. És ebben a visszatekintésben fokozatosan eltűnik a vita eredeti témái, eredeti gondolatai. És a magyar történelem újabb és újabb problémái kerülnek. Az, hogy abban az időpontban, 48-ban valóban a döntő kérdés a jobbágy felszabadás volt, és abban Kossuth álláspontja volt a helyes és nem Széchenyié, arról egy olyan bizonyítékunk van, ami egy picit, amit az előbb a nyelv és a nyelv árulásáról mondtam. Tehát azt mondja, valaki megy a Láncidon, ugye, és nézi a ragadék épületét, ugye, vagy fölnéz a várra, ugye, ha lát a Széchenyi könyvtárat, ugye, dohog, ugye, a mozdony, a nyugati pályázatból mennek a gőzhajók, ugye, azt mondja, majd az a Széchenyi, hát azért mégis csak csinálta, amit az ember, nem? Ugye 170 éve készít is, hát itt élünk fel, amitől létrehozott, ugye? Ez egy olyan evidencia, ami mindenki számára nyilván van. Említettem a jobbágyfejlesztés, ez nem evidencia, hogy a modern magyar nemzet nem létezne ad nélkül, amit Kossuth ez ügybe tett. Ezt a nyelv már nem tudja visszaadni. De van valami, ugye, van a hagyományban egy apró mozzanat, aminnen ezt még tetten érhetjük. Még mi is, a mi nemzedékünk, és nem tudom, egy-két nemzedék később már lehet, hogy ott sem tudunk, de a mi nemzedékünk még meg fogja érteni, amit most mondok, hogy ez mégiscsak valahol jelen van, ugye? Ha arra kérdezek rá, hogy mi az oka annak, hogy 45 nyarán egyedül Magyarországon tudott 100 000-es tömeghadsereg összeállni az átalakulás vírmánynak védelmében. 100 000-es tömeghadsereg, sehol máshol. Németország, Olaszország, nem. Csak Magyarország. Hát pontosan azért, mert itt a volt jobbágyokról van szó, akik nem akarták, hogy visszajöjjön a Deles és az új szép. És ugye egy lenyűgöző, a kollektív tudatnak egy lenyűgöző emlékanyaga születik meg, amelyek halálos pontosan megjelenőről van szó. Ezek pedig a magyar népdalok.
Néha meg kell mondanom, néha az embert elragadja a demagógia vágya. És amikor emlékszem, hogy volt olyan, hogy egyszer fölálltam, hogy nagyon szimpatikus és kedves ember egy hasonló alkalommal, és közölte velem, hogy mit képzelem én, hogy egy Széchenyi vagyok, és hát ez a Kossuth, ez egy semmi, egy nulla, egy senki. Na most az, hogy én Széchenyi Istvánt mennyire szeretem, azt talán nem kell kibörtözőt. De akkor képes voltam az elképesztő ocsmány demagóg húzásra, hogy azt mondtam neki, hogy rendben van, mondom, akkor énekeljünk el egy népdalt. Ez gonosz dolog, ugye? De egy picit valamit belevilágított abba, hogy csal meg minket a történeti emléket, ugye? Hogy itt tulajdonképpen az az ellentét, amit ő itt szegény elővezetett. Ugye kétségkívül volt Széchenyi és Kossuth ellentét a reformkorban is, mint említettem, ők személyileg is nem kell. De ebbe belelátni a magyar történelem nagy morális dimenziói, ez a későbbi korszakok történetének a műve, és nem az eredeti problematikája. A 48-42 éppen arról szól, hogy Széchenyi és Kossuth nagy teljesítménye összeadódik, közösen van jelen. És éppen a 48-49 igazolja ebben az értelemben, ugye Kossuth lenyűgöző államférfi nagyságát. Amit ha elismerünk, az égirányos semmit nem volna a Széchenyiből. Tehát az a beállítás, hogy az egyiket elismerni csak a másik rovására lehet, ez az a mély történelmi tévedés, ami az elmúlt 170 évben alakult ki. És nem véletlenül, hanem bizony bölcs. Bizonyos elemek téve véletlenül alakultak, és bizonyos elemek manipulatívak. Még ugye nem élve vissza, ugye teljesen kíméletlenül a hallgatóság türelmével, még ezt a pár mozzanatot idézem föl. Az első döntő lépés az keménység. Ugye nem vettem őt, említettem az előbb, hogy Széchenyi úgy meg akartott horgászni, ő felismert, hogy kemény is, ő elképesztő zseni. Nem csak már egy nagyszerű író, ugye a lélektani regény első megteremtője Magyarországnak, hanem ideológus. Tehát egyszerűen van képessége arra, hogy új és új valóságokat teremtsen egy adott probléma megoldása érdekében. Kemény két röpiratot írt az 50-es évek elején, ugye a forradalom után, és a még egy szó a forradalom után. És ezekben ő tulajdonképpen megpróbálja ideológiai szinten mentesíteni Magyarországot az elnyomással szemben. Tehát mondjuk olyan ideológiát sugallni a bécsi udvarnak, aminek hatására megnyílnak a börtönök, és az ezrével bebörtönök. A korabeli magyar politika elitnek, ebből x százalékát, azt egyszerűen bebörtönözték fizikailag. Olmützbe, Josefstadtbe, a mai Josefov, ugye Spielbergbe, Brünnbe, Kufsteinbe, és több egyeken. Besorozták őket a hadseregbe, közlegényként. Szóval egyszerűen lefejezték a korabeli magyar elitet. Most a Kemény Zsigmond politikai feladatként élte meg, hogy ezeket vissza kell horgászni. És ehhez egy olyan ideológiai képet kell adni, amit azok bőlem el tud fogadni. És ebben az ideológiai képben benne kellett lennie az önbírálatnak, az önkritikának, de egyben a nemzeti önbecsülés emelésének és fejlesztésének is. És ennek részeként fogalmazta meg azt Kemény Zsigmond, és ott is ő először, ugye, hogy mi tulajdonképpen félreértettük Széchenyit. Hogy valóban Széchenynek volt igaza. Amikor mi a 40-es években, ugye, ahogy ő figyelmeztetett, hogy baj lesz ugye, abból, amit Kossuth csinál. Mi ugye ostobák, ezt nem értettük meg. Ugye. De hát ugye a 48-49 ezt igazolta. Ugye. Kossuth, a jakobinus ugye, szónok, ugye a nagy behergelte a magyar népet, ugye belevetettük magunkat ebbe a borzasztó dologba, és hát ugye oltári nagy bukás lett belőle. De ezek, ha Széchenyire hallgattunk volna, mennyivel jobb lett volna. Ez a tárgyilag ettem volt igaz, hiszen ugye természetesen ugye ehhez tényleg úgy kell csinálni, amikor ő is elhitte volna azt, hogy Kossuth már 41-ben, 42-ben jakobinus forradalma. Pontosan tudta, hogy nem így van. Ugye Széchenyi Kemény is találkozott egyébként Kossuth a Svájcban 59-ben, és ott a birodalom válságáról beszélgettek, nagyon érdekesek az erre vonatkozó levelek is Kossuthnál.
Egy konstrukcióról van szó. Egy konstrukcióról, amiben ugye Kemény nagyszerűen ad egy lehetőséget. Ugye azt mondja, hogy a jó király és a nép. Ugye a nép egy kicsit elbolondult, ugye voltak gonosz vezetői, szerintem azok megszerelem a külföldön, tehát ők, hogy Kossuthnak ebből semmi baja lenne az a végvilágon. Ugye ők elmenekültek külföldre, tehát ilyen módon nincs probléma, nyugodtan rájuk lehet kelni magyarul az egészet, és ki lehet alakítani egy olyan új konstrukciót, amiben a király most nyugodtan megbocsáthat a magyar nemzetnek, és a megegyezés, a kiegyezés létrejön. A kiegyezés létre is jön. Az, hogy ez mennyire nem volt, csak egy bálott másodat, hogy ez mennyire nem volt közelfogadott ez a beállítás, az mutatja, hogy amikor először ugye az alkotmányos viszonyok helyreállnak, 1860 végén és 61-ben országgyűlési választások vannak, ott a választásokon az a párt lesz a győztes, amely a Kossuthi programot képviseli, és nem az elnöki programot, ugye a Matyányos Országgyűlésre a határozati párton többségben Teleki László vezényletében. Tehát a közvélemény abszolút és világosan szemben áll azzal a képpel, amit pedig Kemény sugalt volna. Ez egy nagyszerű szellemi teljesítmény volt, de a kortársak tudták jól, hogy ez nem igaz. Igen ám, de a kiegyezéssel egy olyan politikai csoport kerül hatalomra, amely viszont ugyanebben az értelmezésben volt érdekel. Széchenyi viszont egy kicsit nehéz volt ezügyben, mert az, hogy ő öngyilkos lett, és ugye itt neki, hát igaz, hogy önkényúlami viszonyokkal ez összefüggött, ez bonyolult. Tehát így Széchenyivel nehéz volt megkérdezni. Elindult egy kultusza természetesen, de nem lehetett az egész korszak szimbóluma. Batthyány Lajos se, hiszen Batthyányt végül is meggyilkolták. Ezért lesz a deák kultusz ugye a legfontosabb a dualizmusban. Nem Széchenyi, és nem Batthyány Lajos. És természetesen az ellenzéké pedig Kossuth Lajos. Jön a fordulat ugye az első világháború után. Meg kell érteni a trianoni iszonyt, ugye? A trianon megint a történelemből próbálják megérteni. Ugye, hogy miért következett ez az egész? Miért történt ez? Hol rontottuk ezt el? Természetesen az előző században rontottuk el, ugye Szegfű megírja három nemzedéket, amelyben azt mondja, hogy a nagy liberális nemzedékek, ugye a Széchenyiéké, a Deáké, és a Tiszák nemzedéke végső soron, ugye lépésről lépésre, de valahol ezt elrontotta ezt az egészet. Illetve, és itt jön a nagy fordulat, meg is valami megoldást adnia kell. Ha így van, akkor viszont a dolog törvényszerű, akkor kész, akkor a trianon elkerülhetetlen. Tehát neki is valamilyen megoldást kellett adnia, hogy ezt elrontották ugyan, de nem végzetszerű volt ez, hanem ennek valamilyen emberi oka volt. Tehát kell lennie olyan kortársnak, akinek igaza volt. Ha őt követjük, akkor mindez nem következik be. És erre a szerepre választja ki Széchenyi. És így lesz ugye az, hogy többen a Kossuth nemzedéke, a Deáké és a Tiszáké, ugye ez a három nemzedék, de Széchenyi kiemeli ebből az egész képből, és Széchenyi lesz az, aki a megoldást képviselte. És ha őre hallgattunk volna, és ebben az értelemben ő keményhez nyúl, hiszen egy Gyulai Pál vonala, ugye van egy ilyen Széchenyi értelmezés, ehhez nyúl vissza, és ezt jeleníti meg, és így a két világháború között ez a Széchenyi lesz a legnagyobb, ugye, a jegyek meg a pénzeken, szóval egyszerűen mindenféle szempontból az állami kultusznak a kulcsfigurája. Véget ér a második világháború, ugye egy nagyon aktív és kombattáns politikai csapat, ugye óriás világhadsereg élén megjelenik Magyarországon, és szeretné berendezni ezt a világot úgy, ahogy ön szeretné. Ennyivel diktatúráról van szó, tehát itt a múltat is uralni kell. Egy igazi diktatúra nem engedheti meg, mert az emberek össze-vissza gondolkozzanak mindenféle baromságot. Ugye itt meg kell adni, hogy a képekben, gondolatokban az egy egyértelmű, és minden mozzanata a diktatúrát igazolja. Miről az ötlet? Nekik egy új múltat kellett találni. Ugye egy olyan magyar történelmet kellett találni, amely magyar történelemben ők ugye már benne vannak, mint a jövő nagy ígérete. Tehát úgy mutatni be a történet, hogy az ő hozzájuk vezessen. Tehát olyan előképeket kell keresni, akinek a munkássága mint egy előzménye az ő teljesítmény. Széchenyi ugye hát nem jöhetett számítást az ügyben. Egyfelől, mert a Horthy Korszaknak volt ugye a kedvence, másfelől pedig, mert mégiscsak a munkások és parasztok államának ugye még se lehet egy arisztokrata ugye a szimbolája.
Ugye a legjobb lett volna, hogyha Maastricht Engels Pesten tevékenyen, ez a két fancsár, ezek eltolták az egészet, és nem jöttek el Magyarországra. Ezért ugye kell olyan a kezdeni, hogy ő hozzá egy viszonylag legközelebb állt. Na most ez a szegény Petőfi Sándor, aki egy aranyember volt és egy zseni volt, de véletlenül leírta azt a két mondatot, hogy ha majd a bőség kasarából mindenki egyet, hogy Petőfi kommunista volt. És ebben a pillanatban elindult ugye egy glorifikálás a Petőfinek, hogy ő tulajdonképpen valójában ő már lelképezte. És ő és Táncsics Mihály ugye, aki a munkások első érdekedője, ők a szimbólum ugye. Érdekes meg, hogy 1948-ban ugye a kommunista pártnak gyűlésén már pár Táncsics és Petőfi. Igen, de van egy apró probléma. Petőfi írt népdalokat, de róla nem szól egy népdal sem. És Táncsics róla sem. Viszont a francia gyerek még mindig Kossuth Lajosnak szólnak a népdalok, ugye még akkor is. Tehát végül is Kossuth Lajos mellett döntöttek, ugye? Kicsit a fejét benyomták a nyakába, lenyírták nullás géppel kopaszra, ugye? És a szocializmus érdekében ezeket megítani történelmi tevékenységet. Fordítják, ugye a Duna Konföderációval pedig a KGST előgépét szerendették meg. Tehát abból a lenyűgöző gondolatból, ugye, hogy a dunamenti népek, ha egymást öldöklik, akkor a nagyhatalmak könnyedén manipulálják ezt a területet. Ha viszont ők sem megegyeznek, akkor egy olyan regionális középhatalmat képviselnek, amiben nem lehet belehozni. Ez a korszakos gondolat, ami a magam ugyan a mai napig érvényes, ugye, ebből ők ugye a szovjet minta alatti paráti népek testvéri észszolgását teremtették meg, ezzel kompromittálva ezt a gondolatot, és természetesen Kossuthot a legsötétebben meghamisítva. Mert természetesen mert ugye Kossuth mégiscsak a demokrácia, amit említettem, és mégiscsak ugye a cári seregek elleni, ugye függetlenségi küzdelemnek a szimbóluma. Tehát itt Kossuthot gonoszul meg kellett hamisítani ahhoz, hogy ebben az összefüggésben működjön. Tehát az összes többi Széchenyiből sötét hazaárulót kellett gyártani, és ehhez hasonló. Ebben az összefüggésben jön 56. Ugye jön 56, hogy Kossuthot tényleg nem lehetett csak próbálkozni, ez mutatja, hogy 56-nak, hogy Kossuth az egyik szimbólum. Nem csak a Kossuth címmel révén, ugye Nagy Imre deklaráltam, ugye jelet, hogy neki Kossuth példaképe. Tehát ugye a demokráciában, a függetlenségi küzdelemben Kossuth a példaképe. Ugye elmúlik a két hét, ugye megérkeznek ugye a realisták. Megérkeznek a realisták, akik ugye elképesztő bajban vannak, ugye most milyen fenétek? Megint új múltat kell találni, ugye? Kossuth nem alkalmas, sem a sztalinista Kossuth, sem az 56-os Kossuth, egyik se jó, ugye? Ki kéne? Kellene egy olyan példakép, ugye? Aki mondjuk azt mondta, hogy ne politizáljunk gyerekek, csak a gazdasággal foglalkozunk, ugye? Söpörjünk csak a magunk házatáját. Igaz, egy birodalom része vagyunk, de ne konfrontáljunk a birodalommal. Ne vitatkozunk Bécsel, Moszkvából Bécsel, ne vitatkozunk el, ugye? Mi a magunk dolgaival legyünk. Törődve, ugye? Gazdasági fejlődést, civilizálódjunk, és dolgozunk. És ugye egyszer csak egy másodlagos Széchenyi kultusz elindul. 61-ben, ugye halála évfordulója, 60-ban, ugye halála évfordulója, ugye egyszer csak meg lehet róla emlékezni, megnyitják a Czenki Emlékmúzeumot, ugye, és már elindul az új gazdasági mechanizmusnak a vezető, és egy Nyers Rezső, ugye, az valamira művelt, és van annyira koncepciózus ember, ugye, hogy felismeri azt, hogy egy Széchenyi például az egy nagyszerű előképe, mondjuk, az új gazdasági mechanizmusnak. És elindul egy, ugye, sőt, ez a Széchenyi, ez elképesztően jó ötlet, ugyanis ugyanakkor ez a Széchenyi, sokaknak nem újdonság, utálta Kossuth Lajost. Azt a Kossuth Lajost, aki viszont az 56-os forradalom szerepkörét tölti be ebben az összefüggésben. Tehát milyen nagyszerű, ugye, lenyűgöző összefüggés bontakozik ki. Ugye sikerült találni egy olyan történelmi figurát, aki egy korlátozott magyar modernizáció híve, ugye, nem akar konfrontálódni a nagyobb irodalommal, ahova így vagy amúgy beletartozunk, ugye, és ugyanakkor utálja a felelőtlen ostoba forradalmárokat, ugye, akik ugribugriznak én az utcán és problémát jelentenek. Tehát a pártközpont úgy gondolta, hogy egy ilyen figura, ez ideális. És akkor a Széchenyi Kossuth ellentét, tehát egyszer csak tudományosan elkezdték újraélezni, és ez lenyűgöző. Nagyszerű történet kollégák ma is élnek még közülük, de tulajdonképpen azonosulnak ezzel az ideológusi feladattal.
Mert a történelmész is ideologizál, mert, mint említettem, sosem a valóságról beszélünk, hanem mindig csak arról, hogy bizonyos szemlélettel, bizonyos források alapján éppen mit gondolunk. És ha más szemlélettel nézzük ugyanazokat, akkor lehet, hogy más tudunk belegondolni. Ezek a történészek mélyen hittek abba, hogy nekünk jobban kéne élni, mint a környező országokban. Hogy ne olyan legyen a sorsunk, mint a bolgároké, vagy a románoké, ugye? Ez a kádárista Magyarországon attól függőt, hogy a Szovjetunió engedi-e, hogy mi viszonylag normálisabb körülmények között éljük. És hogyha mi a történettudományban azt bizonyítjuk, hogy mondjuk a Habsburg Birodalmon belül Magyarországnak létezett egy relatív gyarapodása, amit egy Széchenyi szimbolizál mondjuk, és bizony az ostoba forradalmároknak nem engedtek is azokat, jól fenekbe rúgták, akkor ez, mint egy a kádárizmus történeti esélyét nyitja meg a Szovjet Birodalmon belül. És ez a képes beszéd zajlott, ugye, a Széchenyi-Kossuth vita új interpretálásában és túlélezésében. Tehát a korábbi tévedés ugye egy új ideológiai környezetben új lendületet kapott. És azt kell mondanom, hogy egy mai napig élnek velük olyanok, akik ebben élnek, akik nem is tudják, akik manapság csak úgy tudják elismerni Széchenyi nagyságát, hogy Kossuthot le kell nyomni a földön. Akik azt gondolják, hogy le kell bontani a Kossuth szobrot, a Kossuth térünknek a rákosista rém, ugye? Azt már a Kádár korszakban is le akarták rombolni, hiszen Kossuth 56-ot jelentette, ugye csak nem merték egyszerűen. Tehát ma még azok, akik emellett vannak, azok tulajdonképpen a rég letűnt pártközpont sanda szándékát hajtják végre majd. Akármilyen abszurd is, de ez így van. Ma ugyanis, és ugye ezzel ugye zárok vissza a kezdeti gondolathoz, ma ugyanis már semmilyen kényszer nincs arra vonatkozóan, hogy Széchenyit és Kossuthot egymással szemben definiáljuk. Az eredeti Széchenyi Kossuth vitának, és ami később rárakodott, valójában igazi köze nincs egymáshoz, ugye? Hiszen ugye régóta nincs benne a köztudatban, hogy ők tényleg miről vitatkoztak, és hogy abban kinek volt igaza, ugye? Arról van szó, hogy ezekben a korszakokban ugye egy nagyon tág értelemben vett ugye államrezon, ellenzék, ilyesfajta problémák vannak, és ezeket ugye járja körbe a pletykáknak, a tévedéseknek, az érzelmi mozzanatoknak egy ilyen széles hálója, attól függően, hogy ki miben született bele, miben él. Ugye? Tehát őszinte komoly emberek morális önigazolásában vannak benne ezek a mély örökségek, amelyek néha borzasztóak és bántóak, mert az igazsághoz nincs közük, ugye? Az, hogy például Görgei tábornok nem volt áruló, ugye a szónak, hogy heged is ugye ott a párfal alatt utaladogatják az aranypénzt egymásnak. Ez az abszurd a dolog, ugye? Kossuth különböző okokból a vád sose vonta vissza, de hogy nem úgy gondolta, az teljesen világos, hogy van egy emigrációkori levelben, azt hittem, hogy Klapkával és az, hogy Görgeit az ambíció. Tehát ott valamit az ambíció körül gondolt ő, és sose tudott annyira fölemelkedni, hogy ezt a vádat visszavonja. De például a Lémánypapám, ugye, a Lémánypapám több mint 100 évvel, nem persze mondjuk, 80 évvel később, anyám hazahozta egy udvarról az egyetemről, aki egy görgei fiú volt. És a nagypapám nem volt állandó verekedett volt. Ezt a mai napig szégyellem, miközben megértem, hogy a nagypapám benne ért egy hagyományban, és ő azt hitte, hogy neki igaz. Az, hogy ez a hagyomány, ez hamis volt és téves, és ezt a mai történetet meg, és ma már őket, ez már köztudott. És mégis Kossuth emberi nagyságából ezt nem mondta semmit. Hát ő is ember volt, aki tévedett. Ő ebben egy kicsinyesség jelenik meg, de neki volt erre speciálisan egy saját külön oka, amivel nem menti, de érthetővé teszi a dolgot. Ugye Görgét ő emelte föl, ugye ő mutatta be az országgyűlésnek, és azt mondta, hogy ez az ember, akit én most fővezérét teszek, ha úgy adódik a helyzet, akkor azonnal le fog mondani, és egyszerű közkatonaként fogja szolgálni hazát, mert ugyanúgy szereti, ahogy itt minden. És amikor Görgei mégsem mondott le, hogy ez biztos speciális helyzetekben, akkor ő úgy érezte, hogy ezt a becsületet, amit ő Görgei mellé tett, ezt a személyes morális felelősségvállalást, ezt Görgei elárulta.
És ezért ő nem volt képes túltenni magát azon az emberi kicsinyességen és tévedésen és morális hibán, hogy amikor már ő is pontosan tudta, hogy az árulás szó egy ilyen bélyeget jelent, azt nem volt képes szólni. Ez Kossuth komoly morális hibája, természetesen. De csak egy apró példát mondtam arra, hogy milyen érzelmek veszik ezt tulajdonképpen körbe a mai napig. És a mai napig ugye sokszor fontosabb számunkra ezek az érzelmek, mint a konkrét információ. Tehát én csak abba bízom, hogy ebbe a gyönyörű közegben beledobáltam most pár olyan elemet, és ugye mindenki ilyen módon rakja össze belőle maga valóságát, ugye, hogy immáron a történelmi örökségeiből mi mindent használ föl. Azt mondhatnám, hogy talán a legfontosabb, amit ma töltöttem meg kijelentett, az, hogy nem egymásra vására lehet elismerni ezeknek a nagyszerű embereknek a teljesítményét, miközben ők is gyarló emberek voltak, és volt, amiben igazuk volt, volt, amiben nem. Ez talán a filozófia legnagyobb igazsága, a filozófia főben úgy fogalmazhatom meg, hogy talán igen, talán nem, de hát a történelem mindig csak beszélgetés arról, hogy a korábbi tapasztalatok mi magunk számára mit jelentenek. A legfontosabb, hogy ezt a beszélgetést sose fejezzük be. Ezzel zárom. Thank you.
Kossuth a lázas választók híve, 46-ban egyértelmű, akkor ő abszolút belátja, hogy ez még Magyarországon nem megy, elvileg az, ezért 45-ös törvényekben cenzusos választójog van. De Széchenyi ezt sose fogadta el. Tehát ő nem fogadta el azt, ő azt gondolta, hogy a politikai szabadság ugyan közterviselés kell, közös magyar nemzetben egyenlő polgárok, akik ezt mind-mind maximálisan elfogadta, de konkrétan a politikai jogok esetében ő azt gondolta, hogy ezt még nem. Tehát ő csak liberális volt, de nem volt demokrata. Általában Széchenyi és Veselényi föl is keresték, azt hiszem, Kölcsényt, amikor kikerült Pozsonyba. Igaz, hogy külön-külön. És mind a ketten megbízták, hogy legyen ő az ellenzék vezére, mert ő egy olyan személyiség, aki mind a hármat tudja képviselni esetleg. A maga többé-kevésbé köznemesi helyzetében. Tehát tulajdonképpen az, hogy Széchenyi és Kossuth tudatában volt aznak, hogy összeegyeztetetlen a helyzetet. Ez az értelmezés, amit hallunk, ez mondjuk egy, nem tudom én hány közül, ugye, amikor az ember később egy másik korszakból, ugye bizonyos dolgokat összevonva, tömörítve, ugye bizonyos személyekben jelenít meg bizonyos elképzeléseket.